A 21. század egyik legnagyobb kihívása az ember és a környezetének viszonya. Ami az ember és a környezete között van, pszichológiailag nagyon jól értelmezhető. Általában pszichológusként arra szoktunk összpontosítani, hogy belül mi van, illetve az emberek között milyen folyamatok vannak. Azonban ne felejtsük el, hogy ezek egyike sincs egy pillanatig sem fizikai környezet nélkül. Amikor tanulásról beszélünk, akkor arra szoktunk gondolni, hogy ennek a tevékenységnek a sikere az elsősorban a tanulókon meg a tanáron múlik, holott az ő kapcsolatukat, a tanítást magát, meg egyáltalán a személyes kapcsolatukat is nagyon-nagyon befolyásolja, hogy hol történik ez a cselekvés. Ez itt egy tanterem. Nem is gondolnánk, hogy mennyi fajta nem tudatosuló környezetpszichológiai mozzanat van itt. Kezdjük attól, hogy milyen fajta fényviszonyok vagy egyéb úgynevezett ambiens bennünket körülvevő ingerek vannak egy ilyen teremben, amelyek azért érdekesek, mert így a tudatunk alá kúszva befolyásolják a viselkedésünket. Az, hogy mind a két oldalon van ablak, az élettanilag remek, mert tulajdonképpen ilyen hosszanti irányban kitágítja a teret, ugyanakkor mind a két oldalon térfalba ütközünk, ki is látunk, be is látunk, ami egy nagyon sajátos, nyitott és zárt érzést kever a használóban. Ez itt egy igazi nagyvárosi tér, amiben rendkívül sok környezetpszichológiai jelenséget látunk, meglepően sokat. Amit látunk még ezen a téren, a rendkívül nagy autós forgalmat, amitől egyáltalán lélektanilag megkérdőjeleződik a tér, mi volt a térnek, hiszen a téren szeretünk tartózkodni, ezen a téren nem olyan nagyon könnyű tartózkodni, mert a funkciója a közlekedés. Zaj van, nagyon nagy az ambiens terhelés, most nem látszik, de egyébként nagyon sok ember is van, akikkel mindenféle személyközi távolságot és egyebeket szabályozni kell, ha itt haladni akarunk. Egy városi parkban nagyon sok mindent láthatunk, ami a környezetpszichológia számára is releváns, és persze a környezethasználók számára nyilvánvalóan. Amit itt, ha körülnézünk, látunk, az, hogy ez egy városi park, mind a két szón lehet hangsúly, ami azt jelenti, hogy részben a térfalak, maguk az épített környezeti elemek, az útburkolattól a padon át, az épített elemekig, vagy a lámpatestekig mind arra utalnak, hogy ez nem valamiféle természet, nem egy ilyen spontán természet, hanem az ember által kialakított természet. Ez fontos, akár a biztonságérzetünk szempontjából is, mert nagyon szeretjük a természeti környezeteket, de azokban a természeti környezetekben érezzük biztonságban magunkat, amelyek bizonyos evolúciós követelményeknek is megfelelnek. A környezetpszichológia azzal foglalkozik, ami látszólag evidens, azonban valójában nem tudatosul. Mégis ezek az ember-környezet kapcsolati helyzetek a bőrünk alá kúsznak, és befolyásolják azt, hogy mi történik egy egészségügyi szituációban, egy tanácsadási szituációban. Nem csak pszichológusoktól lehet tanulni, hanem úgymond a másik oldal szakembereitől, az épített környezet, a természeti környezet és a virtuális környezet szakembereitől is, építészek, tájépítészek, településtervezők, művészek tanítanak ezen a képzésen a pszichológusok mellett. Ilyen értelemben igazán megérthetjük ember és környezet pszichológiai kapcsolatát.